You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Oh, will you fucking fight back? Nem elég, hogy egy vesztes vagy, de még igénytelen is? Nekem ugatsz, he! Forduljál csak meg! Látsz-e itt bárki mást rajtad kívül? Ezen a rohadt meg tufa fejen kívül semmi. Figyelj már, hogy... Hogy beszélsz? A te Revolution bajok. Mi van? Mi van? Tudom, más a megfogalmazásunk, de bízom benne, hogy talán ma te is tanulhatsz valamit, hisz úgyis egy szinten vagy azokkal, akik a ring szélé csapkodják, úgyhogy figyelj majd oda, hát elesen egy kis dolgot. Immár november van, ez egyet jelent, hogy úton vagyunk a híres novemberre, de addig is itt van a kedvenc hétfő esti szórakozásotok, a HCV Underground, méghozzá a véres november hete, most szombaton jön az év legnagyobb eseménye, véres november, remélem már megvan a jegyetek. Akkor a hűtlen korábbi mentorát Ámon. A rendélyes vezető Ámon!
közönség továbbra sem kér Ámon hittérítéséből. Ideje ledobni azt a csuhát. És felkészülni a birkózásra. Nem lesz könnyű dolga az ifjú Ámonnak. Ted Wellington korábbi HCV csapatbajnok, valamint az első Revolution bajnoka is volt a szervezetnek. Kezdődjék a mérkőzés. Kezdődik az értekezlet. Aztán be is fejeződik, ahogy látom. Egy rottó hold Ámontól. Miattad estem ki? Hát, hiába mondja Ámon, azért az elsősorban nem Ted Wellingtonon múlt. Én vagyok az új mester! Én vagyok a vezető! Ámon! Hát ezt viszont megtanult a Wellingtontól, hogy kell piszkosan játszani. Még követni nem fogja őt Wellington, az egészen biztos. Irish Whip megindítja Ámont, jöhet lendületből, egy clothesline. Aztán egy Snake Eyes Wellingtontól, egy Big Boot. Marad lendületben, és még egy jó legjobb a végére. Old school manőver. Le is fejezné Wellington, ahogy látom. Igen, nincs is oka rá, hogy hosszúra nyújtsa. Jöhet az ultimátum. Ebből viszont felkészült Ámon, megkontrázza. Ez is jó. Ez viszont vérszegény kísérlet Ámontól, nem így szokás adni ezt a move-ot. Jöhet most a second drop-ról Wellington, egy gyönyörű sunset flip. Tovább is forgatja Ámont. De ne lép így azonban egy slambe. Kettő. Nem. Mutatja is Wellington, hogy ez messze nem elég még azért ellene. Meg tudja-e verni a tanítványa mesterét, ez a nagy kérdés. Kezére tapos Ámon. Torokra támad Wellington, ez ágában nincs követni, sőt! Rögtön az ultimátum! Egy, kettő és három! Ámon, reméljük, hogy megtanulta a leckét. Ami pedig Wellingtont illeti, készülhet a véres novemberre, szombatra, a Gauntlet mérkőzésre. Azaz hármas mérkőzés következik a TLC résztvevőinek, a csapatoknak az egy embere. Jövő héten láthatjuk majd a másik feleket. Ez egészen pontosan, és jövő héten. Már ezen a héten, ugyanis szokásukhoz híven, a jövő hétfői a Véres November utáni Underground átkerül egy ilyen korábbanra, hogy még a Véres November előtt meg tudjuk rendezni. Tehát ezen a héten két Underground lesz, még a Factory mellett. Bőven lesz, mit néznetek. És közben ott az információ, ne felejtsétek, most szombaton a Kellner Ferenc Sportközpontban Véres November. A mérkőzés harmadik résztvevője, a az elhozó partneri, így kell járó fele!
Triple Threat szabályrendszer, tehát hárman a ringben és nincs diszkvalifikáció, nincs kiszámolás, gyakorlatilag minden megengedett. Egy győztes lehet, és mint említettem, még ezen a héten összecsapnak majd a csapatok másik felei is, tehát Dover, Ozzy Spencer és Gulyás Vilmos. Öcsit támadják meg, Blake és Ikarus, a két veterán összedolgoznak Gulyás öcsivel szemben. Blake korábbi Revolution bajnok, Ikarus korábbi HCV bajnok, emellett birtokolta a Revolution címet is, és jelenlegi tag team bajnok. Éles csoppokkal. Bőven kapnak mind a ketten. Aztán öcsi megkapja még azt is, amit Blake Ikarusnak szánt. Jó fordítás Ikarustól, egy könyökös. És egy gyönyörű suplex. Ahogy erre számítani is lehetett, Ikarus bekezd. Egy dropkick. Nem is találja Gulyás öcsit. Droptól hold, egymásra pakolja őket Ikarus. És látja a helyzetben a lehetőséget. Micsoda? Micsoda? Összecsomogolja mindkettejüket, és egy double submission Ikarustól. Egészen elképesztő. Egy rakásba rakta őket. Ebben a helyzetben bármelyikük teppel esetleg. Ikaruszi ugyebár a győzelem. Kicsi viszont ott a csapkönnyékkel. Orba találta Ikaruszt. Próbálják összeszedni magukat, egyelőre Ikarus iskolázza őket. Az Arrows of Hungary a legsikeresebb csapata a HCV-nek. Jelenlegi WXW tag team bajnokok is a HCV bajnoki címek, csapatbajnoki címek mellett. Emellett mindketten egyéniben is voltak HCV bajnokok. A csapatban az igaziak. Öcsitől a saját suplex variánsa. Ezt Ikarus jól ismeri. Meg kell Golcsitől, aztán jön Blake. Hát igen, itt két fele kell figyelni folyamatosan Triple Threatnél. Ezek most Blake pillanatai. Kemény könyökösök. Kirakja őt öcsi, kibillent, de aztán innen is visszajön Blake. Fent a tápropon. Crossbody! Nem sikerült ledöntenie öcsit, aki azonnal reagál egy splash-sel. Hát olyan, mint egy tölgy, öcsi. Nem olyan könnyű kivágni. És ezt is kontrázza. Nagyon jó a reakció ideje a fiatalabb Gulyás testvérnek. És cover. Akkor sem lett volna meg, hogyha Blake nem tud kirúgni, mert Ikarus közben már érkezett, félszemmel látta covert, és jött volna törni. Gulyás öcsi pedig nagyon jó pozícióban jelenleg. Ikarus ringen kívül, Blake pedig vert helyzetben. Ikaruszt választja. És ott van a szék, az egyik fegyver a háromból, ami főszerepet kap szombaton, a véres novemberen, a TLC-n. Nagyon veszélyes helyzetben Ikarus. Brutális támadás Öcsitől, hát erre nem lett volna talán szükség. Előrevetíti, mi várható a TLC-n, és jön lendületből Öcsi! Teljes súlyával érkezik meg Blake hátára. Ikarus a torkát fogja továbbra, és reméljük, hogy nem sérült meg. Egészen jó, kegyetlen magulyás Öcsi. De hát bizony, a véres november 7-én vagyunk. Ez már egy megváltozott tudatállapot. Helyet foglal Blake Steamer nyakán. Egy kicsit megpihen öcsi, taktikusan. Elég nagy iramú a mérkőzés. Még pedig beszorult. Minden nem is tud erőt kifejteni, nem tud sehogy sem menekülni. A TLC-n tehát ez a három csapat, a Gulyás testvérek, a Villains és az Arrows of Hungary találkozik egy TLC-n létrák, székek, asztalok között. Aki leakasztja a csapatbajnoki címeket, az a csapat mondhatja magát onnantól kezdve a HCV Tag Team bajnokainak. Jegyek kaphatóak az eventiben, online, vagy akár, hogyha budapestiek vagytok, akkor személyesen az Egrisi Fitness konditeremben a recepción is meg tudjátok vásárolni. Ebben az esetben készpénzzel tudtok fizetni. Volt időm mindezt elmondani, mert Gulyás öcsi szépen lelassította a mérkőzés folyását, kipihenni magát. Nem tart jelenleg
attól, hogy változna a meccs állása. Steamer, Crucifix pinbe próbálja lehúzni. Nem lehet egyszerűen ledönteni a lábáról öcsit. Alacsonyan van a súlypontja, körülbelül 120 kiló. Stabilan áll a lábán. És nagyon jó striker. Kemény rúgás. Steamer pedig lehet, hogy jól lakott mára. Nem. Ikarus odaér. És Blake is még magánál van, látszott a mozgásán. Öcsi viszont továbbra is uralja a mérkőzést. Rengeteget fejlődött egyébként mind a két gulyás. Ez alatt a három év alatt. Steamer viszont még nem adja magát. Nagyon keményeket üt vissza. Megint megpróbálkozik, lehúz Öcsit, és most meg is van! Lent tovább, kettő! Kettő és fél, jön lendületből Öcsi bele Ikarus bútyába. Jön Steamer! És ott a DDT! Két lúd disznót győz. Felütéssel most Blake. Megint két felé kell figyelnie, és két fele kell támadnia. Jó felütések. Próbálkozik a Krakennel, Ikarus nem kéri. Így pedig bele a back suplexbe. Most jöhet Ikarus. Ez pedig jó! De fejbe találta Öcsit. Itt van az esély Ikarusnál, de már kontrázza Blake. És ez is megvan. Beláll Ikarus a medbe, mint a Jancsi szög. És ez is csak kettő. Mind a hármuknak megvoltak a lehetőségei, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. Egyelőre nem bírnak egymással. Valaki mindig odaér. Próbálják magukat összerakni. Steamer maradt támadásban, ezt most előre látta Ikarus. Gyönyörű German suplex. És megy azonnal a Heart of Europe-ra, Európa szíve, Ikarus saját submission manővere. Korábbi éveiben inkább repült, de hát akkor még azért egy jó 20 kilóval könnyebb volt. Mostanában jiu-jitsut gyakorol a HCV mellett, és a submissionokra sokkal nagyobb hangsúlyt fektet. Gulyás Öcsi viszont megérkezik. Blake Steamer kibírta, hogy ne teppelje, tudta, hogy csak várnia kell, hiszen előbb-utóbb érkezni fog a harmadik fél. Ikarus visszatámad könyökkel, és egy hatalmas ütés Gulyás Öcsitől tarkóra. Megint felméri a helyzetet Öcsi. Jóval intelligensebb birtózó, mint amit az ember első ránézésre kinézne belőle. Nagyon fiatal Gulyás Öcsi. Előtte még a jövő, és egy székütés Ikarus kapja. Ez is szenderül, és Blake ott a Kraken, ráadásul ott volt a szék, pont Öcsi fejénél. És ezzel pedig megvan a három. Blake behúzza. Ha sikerül ez szombaton is, akkor a kalózok állják a szavukat és elhódítják a csapatbajnoki címeket, de hát akkor nem dusra kell menni és nem feladásra, kényszerítésre. A létrán kell felmászni, és a magasból kell leakasztani az öveket. Ez pedig nem lesz könnyű. Úgy látom, a kalózok felkészültek. Ma kedvező volt a széljárás. Az előbb látott mérkőzés három résztvevője mind egy-egy csapatnak a tagja. Mind három csapat nagyon sikerre éhes. Köztük a Villains is, akiknek minden esélyük megvan, ugyebár, hogy ott legyenek a csúcson. Megvan, Pali. És most sem fogom túragozni. Egyszer már elmondtuk. November 20, véres november. Villains új tag team bajnokok. Asztalok, létrák.
szemben Szalai Zoltán, a Revolution bajnok, akinek az elmúlt hónapokban gyakorlatilag minden sikerült. Sokáig várattak magukra a sikerek, de aztán megtört a jég, beváltotta a Revolution táskát, megszerezte a címet, és azóta gyakorlatilag egy új Szalai Zoltánt látunk. Társaságban nem illik sugdolózni. Pali ráncolja a homlokát. Hölgyeim és uraim! Ő itt maga, a HCV Revolution bajnoka, Szalai Zoltán! Zoltán azt kérte, jelentsen be, hogy ő most egy nyílt kihívást intéz a HCV birkózóihoz, és érkezhet bárki, aki úgy érzi, hogy van legalább azon a szinten, van olyan magas szinten, mint Szalai Zoltán. Elfogadja a kihívást. Ó, egy nyílt kihívás, ha jól értem a Revolution bajnoki címért, és természetesen akad kihívó. És Antal, akivel már az adás előtt is összeszólalkoztak. Az összes magyar stadion lelátójának feme gyereke, Hős Antal! Szotyi, foci, Osztián póló, kész a pak, ez Hős Antal. Aki egy sokkal-sokkal magasabb szintet képvisel saját bevallása szerint, Szalai Zoltán! Oldalon pedig Szalai Zoltán, aki nem várta meg, hogy a közönség kiáltsa ki, hogy ő egy magasabb szintet képvisel, hogy ők állapítsák meg. Elmondta saját magáról. Nagyjából egy súlycsoportban vannak egyébként, mind a ketten nehéz súlyúak. Antalon kicsit látszik azért a hírsli kolbász, mustárkenyér, sör, fradi kombó. Egyébként tavaly a WXW Akadémiáját is Hős Antal nagyon komolyan veszi a felkészülést. Van keresni valója egy ilyen Revolution bajnoki meccsen. Egy szoros tájáp, ki az erősebb. Közben láthatjátok, hogy a véres november, ami most szombaton lesz, továbbra is lehet rá jegyet vásárolni az Eventim oldalán, valamint az Egresi Fitness zugló recepcióján, személyesen akár. Amelyik kényelmesebb, a lényeg az, hogy vegyetek még miatt elfogy, és legyetek ott. Idén is, ahogy általában Hall of Fame beavatási ceremóniával kezdődik majd az este, aztán jön a Factory döntője, utána pedig a fő program. Hát egy ilyen legalább 3,5-4 órás nagy sóra van kilátás. Szalai és Hős Antal pedig nem bírnak egymással egyelőre. Kezdik felpaprikázni Szalait, hogy Antal nem gyengébb nála. Akkor jön a striking. Egy másik szint. Nagyon nagy képű lett Szalai. De hát tessék itt a lehetőség Antal számára. Bizonyítani kell, hogy nincs ez így. Nem mondja Antal, hogy lenézze őt Szalai. Te lenézel engem? Ilyeneket eddig nem láttam tőle. Az első nagy pofonok is elcsattannak. Na jó van, kezd alakulni ez a mérkőzés. Blokkol Antal. Oh!
újabb nagy pofonok, most már ökösök is, Hős Antaltól egy Irish Whip. Nagyon jó. Ezt elkerüli Hős, aztán egy Beckelbo Szalaitól. Nagyon kemények a sztrájkok folyamatosan. Fölcsimpaszkodik Antal. Próbálná lehűzni Szalait. Nem könnyű, amit megtart Szalai, ott egy jó 110 kiló. Vissza tudja helyezni, de Antal érzik. Erő dolgában miketten jól állnak, magasak, nagyon tömegesek. És most lendületet is vett Antal, ez mellé. Shotgun dropkickkel próbálkozott, nem igazán az ő stílusa ez a mozdulat. Nem is sikerült most. Kigyűri Szalai. Igen, újra kell alkotnia a kontját, ha jól látom. Ez fontos. És van is rá ideje, mert Antal egyelőre nem tudja magát összerakni. Nagyon nagy képű Szalai, megvárja, amíg Antal helyre jön. Ez azért... Hát elég nagy hazárd játék. Antal nem akar bemenni. Azt mondja, jöjjön ki Zoltán. Ha, ezért megérte kijönni. Bele a lépcsőbe. Kezd tényleg nagyon agresszívá válni a mérkőzés. Szalai pedig felveszi a kesztyűt. Hatalmas pofonok után most már a csopok is megérkeznek. Figyelniük kell, mert ők nagyon belemelegedtek a verekedésbe, de közben Chris Biro számol. És egy double count out is lehet a vége, hogy eljut 10-ig. Megismerte Antal a ring legkeményebb részét. Az apront. És egy fejrúgás Szalaitól. Bár 8-nál tart a Biro. Oda kéne figyelni, srácok, mert ennek így vége lesz. 9. És most az utolsó pillanatban észreveszik mind a ketten. Kár lett volna. Ott folytatják, ahol abba hagyták. Oda-vissza, kőkemény pofonok. Férfias, kemény küzdelem, és egy óriási elbó Szalaitól. Nem csodálom, hogy Antal azt sem tudja hirtelen, hogy hol van. Merre van előre. Merre játsszák a meccset. Beleállt a verekedésbe Antal Szalaival. Nem biztos, hogy ez jó döntés volt. És megint egy nagyon pofátlan cover kísérlet Szalaitól. Nem bajlódott a leszorítással. Megint hagy időt Szalai. Mintha folyamatosan azt akarná kommunikálni, hogy neki nem ellenfél Antal. Hát ez pedig nincs így, és most megvan a shotgun dropkick. Egy kis időt nyer Hős Antal, hogy összeszedje magát. Bevághatta a fejét Szalai. A közönség pedig bíztatja Antalt. Benne van a lehetőség, hogy Revolution növet nyerjen. Nagyon erős győzelmi szériával indult, az első 10 meccsét megnyerte Antal, aztán jött Chris Dice ellen egy Revolution bajnoki címmeccs, azt elveszítette, és azóta nem találja magát. Most talán ez változhat. Ez nagy mellé, óriási pofon. Rengeteget kapott már tőle Szalai. Ez viszont nem jött be. Farkas szemet néznek, és aztán megint folytatják. Egy nagyon nyílt sisakos, nagyon kemény verekedés az egész mérkőzés gyakorlatilag. És ott van a lengő! Antaltól a lengő, és ez egy óriási esély számára. Megnyílt a kapu, az öv felé jönne a befejező mozdulata, és nem sikerül. Jöhet most Szalai! Ezzel a szuplexel, ez viszont megvan. Nagyon kevésen múlt. Majdnem bevitte Hős Antal. Befejező mozdulatát, aztán taktikusan kicsorog a ringből, hogy ne tudja őt coverbe fogni Szalai.
közönségnek tetszik, amit látnak. Zoltán pedig összeszedte magát. Nagyon fiatal, nagyon erős és nagyon ambíciózus. Antal a kötelekbe kapaszkodik. Akkor játszunk így. Nincs ellenére Szalainak ez a fajta mérkőzés. És még le is köpi Antalt, erre tényleg semmi szükség nincsen. Te jó ég! Hát ez megjósolhatatlan, hogy kikerül ki ebből jobban. Blokkolja a fejrúgást Antal, de nincs meg a lengő. Ezt meg Szalai blokkolja. Beakasztja Antal lábát. Igen. Ez lehet a különbség kettejük között. Egyszerűen furfangosabb Szalai. Ajaj, backsuplex onnan. És megint megvan a lengő, a másodikat kapja Szalai, és nem tudja hol van. Bezuhan a ringbe. Antal pedig befejezni a mérkőzést. Ez vissza kell mennie neki is, és micsoda? Dice! Dice érkezik! Dice érkezik, és nem hagyja, hogy Antal megszerezze esetleg azt a Revolution bajnoki címet. Ez így diszkvalifikáció. Szalai Zoltán! Chris Dice! A megújult Chris Dice! Megmondom őszintén, már elveszítette ezt a Herr vs. Herr meccset, és Maverick lenyírta a haját, akkor borzalmasan festett, de most egy kicsit rendbe szedte magát. Egész jól áll neki. A kezében a Revolution bajnoki cím, amit ugye ő birtokolt. És ezt az övet vissza is akarja szerezni. Erre pedig meg lesz az esélye. A véres novemberen. A kérdés már csak az, hogy kik lesznek még abban a meccsben, és milyen meccs típusban próbálkozhat Dice. Ne feledjétek, lesz még egy Underground szombatig, de most szombaton az év legfontosabb eseménye jön. Ez pedig nem más, mint a véres november 11.